Sipos. Na, lehet menni Kulcsár. Szatmári lőtt be. Kapufa! Lőtt, de Levi egyből. És ez les volt. Dienes. Hopp! Na, bedesportás, lehet esetleg egy lapocskát elővenni, bizony. Érzi Bede is, hogy most Ködöböc megmozdulását jutalmaznia kell, idézőjel lezárva. Mert hogy ez egy sárgalapos figyelmeztetést érő belemenés volt a Vasas középpályása részéről. Adminisztrálás. Tehát Ködöböc Csaba besárgult a 24. percben. Tienes. Nem jut el Lukács Tihamérhoz. Sipos vissza. Egy csúsztatás, gólhelyzet! Gól! Gól, gól! Kulcsár! És jobb lábbal rúgta Kulcsár még hozzá. Egy csúsztatott fejes, Kulcsár befordul, és de jó, hogy nem vette át a másik lábára. Hát te jó ég, és Németh Gabi nem tehet róla. Meg is pattant a labda itt az utolsó fázisban. 1-0 arányban vezette tehát a PMFC Kulcsárnak a 25. percben lőtt góljával. Na, hát volt már egy nagy kapura lövése Szatmárinak, de most bent van a kapuba a PMFC első gólja. Még egy dobás a Pécs javára. Hát pontosan 20 perc. Ennyi van még a mérkőzésből. És ha arra próbál a hazai csapat játszani, hogy majd kihúzza valahogy ezt a fél időt, akkor bizony lehet, hogy csalódni kell, tehát jobb lenne rákapcsolni most, kinyílni egy picit és megpróbálni még egy gólt szerezni. Lantos Levente nagy bedobása jön. Ott csak Fehér, Kulcsár lő! Gól! Gól! 2-0! Átfejelték, vagy legalábbis nem tudták elfejelni a labdát. Egy jó beadás után, egy szöglet dobás után, és Kulcsár megszerzi második gólját, és ezúttal bal lábbal volt eredményes. Bombaerővel be a kapu közepébe. És ugye az imént azt mondtam, hogy jó lenne még egy gólt szerezni. Hát, kérem szépen, mindig így teljesüljön minden álmom. Érdemes lenne lottóznom talán. Lantos még, Szekeres. Hoho, vigyázzunk még. És ott a gól. Micsoda gól! Kérem szépen, micsoda gól! Herbert Roland kint állt, Unyír Zsicki beemeli. Hát micsoda gólt kaptunk! 2-1! Te jó ég! Hát ez az, gyerekek, ez az! Na mindegy, még így is belefér talán, de hát ilyen gólt kapni, vége a meccsnek.